A nyíregyházi nyári belvárosi strandröplabda fesztivált 4 évvel ezelőtt meghonosító Hübner Kft. Hagyományteremtő céllal hívta életre a húsvéti kupát, amelyen 12 csapat lépett pályára a Demiskola csarnokában. A 2 férfi és 2 hölgy alkotta 4 fős csapatok 3 pályán játszhatták a meccseket. A szervezők a kuberteni jelvet tartották szem előtt, azaz számukra nem a győzelem, hanem a részvétel volt a fontos. Természetesen szeretnénk dobogós helyet elérni, de nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tényleg nagyon jó hangulatban játszunk, vannak nagyon erős csapatok, vannak akik kezdők, úgyhogy itt végül is a sport szeretete az, ami fontos, hogy összejöjjünk, játszunk egy jót és eltöltsük sporttal a vasárnapot. A tornán elindult a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzatot képviselő csapat is. A felkészülésünk az mondhatni nagyon gyors volt és nagyon hatékony, hiszen összesen talán 1 vagy 2 tudtunk találkozni, de ez is összekovácsolta a csapatot megfelelő módon. A reményünk pedig a tisztes helytállás, és mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni ezzel magunknak is, hogy az ilyen is ehhez hasonló rendezvényeken a megyei önkormányzat is megmutassa magát majd a közeljövőben, mert úgy gondoljuk, ezek nagyon fontosak. Tehát a társadalmi szerepvállalás is nagyon fontos a megyei önkormányzat részéről, és ebbe igyekszünk helytállni. És azt hiszem, hogy ez egy közösségkovácsoló rendezvény, és amely nem csak a megyének fontos, hanem ugyanúgy fontos bármilyen közösségnek, legyen az akár egy cég, akár egy más civil szervezet, közösség, aki most is képviselteti magát. A csoportmeccsek után kieséses rendszerben folytatódott a torna. A győzelmet végül az ügyvédi kamara csapata szerezte meg a Hübner és a szülők együttes előtt. Folytatás a június 30-án kezdődő 4 napos strandröplabda fesztiválon.